Szevasztok, kezdődik a rájátszás. Többséget az már nem érdekli, úgyis eliminálódott a csapata. Úgyhogy lehet keresni edzőt egyeseknek. Tegnap már kiraktam az elsőt a New Englandről, de azért most a szóba kerülnek playoff mérkőzések. Előző héten rossz lett a mérlegem, mindig rossz lett, úgyhogy nem lesz címvédés, szomorú arc, hatodik vagyok. Úgyhogy ezt már elengedtem, majd lesz, ami lesz. Most már megmondom azt, hogy kinyer, aztán kész, nem taktikázok. Ne zavarodjon meg senki, ezért időrendben fogok menni a mérkőzésekkel, és majd utána elmondom, vagy közben, hogy magabiztossági tippek szerint hanyadik helyen van az adott mérkőzés. Időrendben első, Cleveland-Houston találkozó, természetesen báró Joe Flacco a tippem. Szerencsére ebbezekben a nehéz időkben úgy egyesíti közösségünket, Joe Flacco, mindenki beáll mögé, mindenki őt imádja joggal. Hiába jutott be Baltimore, Pittsburgh, hát ott is azt szeretnék, hogy a Cleveland legyen a bajnok. Houstonban megszívják ezt. Úgyhogy Cleveland a tippem, harmadik legbiztosabb csak. Mert hát oké, hogy Joe kiváló, de azért ott vannak egyéb szereplők is. Fedett pályás mérkőzés. Ugye három meccs van ebben a fordulóban, ahol okádék időjárásra van kilátás. Három olyan, ami laboratóriumban, például ez is olyan, úgyhogy lehet dobálni a labdát. Hát az megteszi a Flacco, ő matchup független. Kevés ilyen játékos van a világban, mindegy ki az ellenfél. Ugye, ellenfél védő mindegy, hol van a meccs? Ki az ellenfél koordinátora, ki az edző? Kik kiabálnak a nézőtérről? Mindegy neki, megvonja a vállát, Flacco. Alapszakaszban nyilván csodálatosan játszott, ilyenkor azért rákapcsol, amikor azért playoff van, úgyhogy add meg nekik, Joe. Másik oldalon is lehetne akkor dobálgatni a labdát, ugye tartani kell a lépést. Slowik edző, hát ő kevesebbet kéri meg Stroudot, hogy elindítsa a ballont. Futójáték, megeszik a barnák, hátrányba kerülnek, nem működik a taktika. Adom ezt a Browns tippet nagyon könnyen. De hát, hogyha labor van, passzolás van, muszáj, akkor lehet pass rusholni. Ezek jönnek, mind a kettő jól tud. Az azt jelenti, hogy híróból kialakul. Mind a két irányítónál kell az MVP teljesítmény. Nyitottak rá abszolút. CJ Stroud nevű évújonca, az év visszatérője ellen elképesztő mérkőzés. Stroud élete legnehezebb feladatával fog most találkozni. Egyrészt túldobni a Fleckot. Másrészt meg elintézni ezeket a barnákat védekezésben, akik nem igazán engednek területet. És amikor az egyetemi karrierje alatt ez megtörtént a Strouddal playoff meccsen, amikor a fú de erős, csak profikból álló Georgia Bulldogs-szal találkozott, és híróból, és kergették non-stop, és ütötték a fejét dobás közben, akkor immunisan, csodálatosan focizott. Ez történt vele. Szóval megint ezt meg kellene csinálni. Látnunk már rá példát, hogy képes rá, nem csak a rendszeren belül dolgozgatni, de hát óriási hőstet lenne, hogyha itt most ő ebből meccset tudna csinálni. Hozzátéve, hogy amikor legutóbb ilyen fú de erős védelemmel találkozott, ugye a Jetsnél, hát akkor nem igazán mozgott a labda, de ott azért voltak hiányzók, meg esett az eső, úgyhogy ez most nem lassítja. Ez egy odavágó mérkőzés Stroud szempontjából, mert az első meccsen nem játszott ő. Nem játszott Will Anderson barátja sem, meg a Nico Collins, meg a Cashman. Tehát a sztárok kihagyták az alapszakasz meccset a barnák ellen, szóval abból nem kell kiindulni, hogy akkor mi volt. A labda azon oldalán. Abból ki lehet indulni, mi volt a másik oldalán, ahol Amari Cooper franchise rekordot kapott el. Hát akkor őt majd kiveszik. Jó, vegyétek ki, mert akkor kapja Njoku. Njoku ellen hogyan? Lehet esetleg felvenni a versenyt, sehogy, meg a harcot. Úgyhogy működtetni kell továbbra is. Csodálatos Cleveland támadó játékot megtalálja a rést Joe Flacco. Fiúk megtáltosodnak az ő labdáival. Jó erőkből áll a Cleveland,
Van egy pár gyenge pont, amit viszont Flacco elfed, úgyhogy nem fognak ebből problémát okozni. Texans felül teljesít bizonyos pozíciókban, ezt majd kihasználják a barnák. Úgyhogy barnák, haladás a gyűrű felé. Utána éjszakai meccs, Kansas City, Miami. Hát az Ergével is elmondom, mi történik ebben a hidegben, pontosan annyi fok lesz, mínusz. És minden idők 5. leghidegebb meccsére van kilátás. Nemrég volt, hát kicsit rég, volt ugye a Minnesota Seattle, amit már közvetítettek HD felbontásban, azóta a leghidegebb, amit ebben az évszázadban mértek, amikor a Blair Walsh mellé rúgta közelről. Mit tettél, Walsh? Úgyhogy itt is majd a végén valaki kihagyja, mert fagolyóba kell belerúgni. Kevés pontra számítasz. Hát, hogy ezt meglátod, szezon előtt Chiefs, Dolphins, hát itt nem igen lesz pont, brother. Itt se lesz akkor. Lásd még Frankfurt. Volt odavágó Frankfurtban. Az első fél időben csinált a Chiefs pontokat, másodikban a Dolphins, de hát egyébként ennyi. Nem volt meg a 40 se nagyjából. Chiefs a tippem. Ez a második legmagabiztosabb tippem. Előző hetekben kinevettettem magam a delfinekkel, vagy háromszor. Hülyeség volt a részemről. Vic Fangio, a védő koordinátora a Dolphinsnak, aki ezelőtt a Denver vezető edzője volt egy huzamosabb ideig, kinek a csoportjában van a Denver, Kansas City-ében. Felkészültek ellenük Andy Reidék, mozgott a labda, úgyhogy ez a rutin ez megmaradt. Rettentett sérülések vannak, ugye? Van Ginkel rosszul van, hát az jobban fáj, mint a Philips meg a Chubb, úgyhogy nyomás nem igen lesz. Elfogyott a D, és bár tekülposzton a Chiefsnél sajnos kis sámlit állítanak oda, meg egy lisztes zsákot, de így azért ugye elvannak, hogy nehezen jutnak át rajtuk. Úgyhogy ezt lemenedzselik, szemkápráztató fotballal valahogy megszerzik a szükséges 11 pontot. Mert hátul is elfogyott a D a Dolphinsba. Ramsey visszajött, mindenki boldog volt, hú, majd a playoffba, hogy összeáll, igen. Mire visszajött, a többiek meg lesérültek, úgyhogy szomorú történet. Van itt egy Tyreek Hill ismeret a Chiefs részéről. Részt vettek edzésen, ahol a Tyreek Hill is benne volt a csapatban. Tudják, hogyan lehet limitálni, sehogy. Akkor ezt majd bevetik, de egyébként nem számolok nagy meccsel tőle sem, rajta kívül nincs más. Vadul, rosszul van. És akkor hirtelen már Berrios jön, meg a Craycraft, meg a Claypool, meg a Durham Smite. Nem lehet szétosztani a labdát a hú de erős Chiefs D ellen. Mert a Chiefs D nagyon erős. Dolphins nem annyira kiszámíthatóak. Nincs más igazából, csak a futók, akik vihetik a labdát a delfineknél, az meg az egy ponton elmúlik. Sok bázis felállásban, mondjuk, hogyha felállna KC sok linebackerrel, akkor esetleg ott meg lehetne őket szivatni a mély belső zónába, ugye, hogyha hátra kellene menni, de hát ez nem lesz elég, én azt gondolom. Úgyhogy nem baromkodja el a KC, így, hogy tudják, hogy hideg van, nem lehet komolytalanul hozzáállni, nem hánynak el annyi fumble-t, akkor ezt le kellene hozni sallangmentesen. Azért néha nekik is jár egy győzés, és akkor ez most meg lenne. Következő körben még kérdés nélkül kikapnak úgy is. Szóval tudjuk, hogy mi a jövő. Szegény Dolphins nem igen nyer a playoffba, hát azt megszokhattuk. Párszor bejutottak ebben az évszázadban ők is, de mindig kikapnak. Még hát 20 éve nyertek utoljára nagyjából, lehet, hogy akkor se. Nagyon ütötte a Dan Marinot a Jacksonville. Szóval az ott rossz volt, azóta is. Folyamatosan várják, hogy jöjjön meg az áttörés, de nem ez lesz az az év. Pedig tavaly már jól néztek ki, hogy majd hatangó egészséges marad, hát ő az maradt. De a védők nem, meg a vadó, úgyhogy nem bízok bennük, hogy meg tudják tartani a falat. És ezen körülmények között egy másodperc alatt a jó döntést meghozza majd tangó. Úgyhogy a Coimbrák a tippem. Utána jön a Pittsburgh Buffalo. A AFC-ben az jön, hát mindegy, nem biztos, hogy időrendben így van, mindegy. Menjünk ezzel, ez a legbiztosabb tippem, Buffalo. Szél lesz, és hóvihar lesz. A szél az biztos, hát a havat azt nem lehet tudni, azt lehet, hogy elfújja. Rudolf,
kezdő irányító Steelers. Nem igazán komfortos neki ez a rendszer, hogy most akkor itt a pofájába fúj a szél. Kis gyenge karjával nem tudja ezt elmismásolni. Mert ugye Josh ellen a tulajdonú immunis. Ugye, hát ő itt él. Kőszáli kecskeként él. És emiatt most nagyon, nagyon nagy hó van, akkor otthon érzi magát. Szemébe fúj nagyon erős szél, még erősebb karjával átdobja. Ezt a Rudolf nem tudja megcsinálni. Össze-vissza viszi majd a labdáját a szél, akkor védőkhöz kerül, ugye. Mert bár nagyon pontosan játszik Rudolf, meg imádnivaló, meg jobb, mint a Kenny, de azért sok mindennek jól kellett sikerülni ahhoz, hogy ez fenntartható legyen az alapszakasz végén. Ez meg eléggé bénító. Ráadásul még van egy ellenfél is, ugye, aki meg lehet, hogy készül rá, hogy itt most elszedi az ő kis labdáját, jó helyezkednek, meg Dermot legényei. De hát van erre egy megoldás igazából, igen? Futni kell, hát azt tudnak végül is, itt van a Najee első körből, igen, meg itt van a Warren. Steelersnek egy ronda meccsre van szüksége, na figyelj, szokott olyan lenni. És belép a képbe Shave bácsi. Nem támadnám egyébként Mike Tomlint, hogy jaj, már megint csak playoff, aztán kiestek egyből, hát te vagy a hibás kirúgni. Van egy ilyen része pittsburghi médiának, hogy azonnal kirúgni a picsába Tomlin, mert oké, bejutnak pozitív mérleg, de hát nem lesz gyűrű. Most ez rajta múlik, hogy érzed? Van itt egy másik része a labdának, ugye, amit a quarterback vezényel, tehát most a Rudolf-fal, Kenny Pickett-tel elvárás lenne a gyűrű? Kérdezem, mert aki szerint elvárás, az gondolkodjon el. Szóval én nem rúgnám ki a Tomlint csak azért, mert Rudolf-fal nem nyernek playoff meccse. Vagy a Kennyvel, vagy a Trubisky-vel, mind a bosszú meccs lenne. Szóval Tomlint akkor kezdjük el kritizálni, amennyiben nagyon rátermett quarterbacket megtalálja Khan, general manager, aki ügyeske, aztán mégis kikapnak állandóan a playoffba. Akkor azért nyilván elővenném a mestert, hogy ez most mi. De most érted liga alja irányítóval. Ne kötekedjünk már, hallott, hogy hát csak a playoff alig lett meg 10 hét. Uh-huh. Lehet most véletlen megnyílik a hóban, és akkor mi lesz? Hát jó, hát most egyet nyernek a hóban. Jönnek újra kritikák. Na most TJ Watt nem játszik, szóval a problém, amennyiben itt a mágiát nézzük. Tehát ott még ott rábeszélnéd magadat, nem? Hogy itt a ronda meccs, labdát nem lehet mozgatni, talicskába lehet csak tolni. TJ odaér egyszer-kétszer ott kiszedi, aztán majd a pattogót hátra beviszik a védők, vagy a long snap elgurul a Buffalo-nak. Tehát ez benne van nyilván, mert Mike Tomlin az ellenfél. De hát hogyha pusztán egy amerikai futball mérkőzést vizionálunk magunk előtt, akkor azért jobb erőkből áll a Bills. Sokkal jobb erőkből áll Josh, aki nyilván bolond évet fut. És benne van a ki nem kényszerített hiba, ezt azért tudjuk, és mindegy ki az ellenfél igazából. De hát ez a Steelers, ez olyan sok gondot nem kéne, hogy okozzon. Úgy önerőből, főleg úgy, hogy a utcáról, a gyakorló csapatból válogatják össze a kezdőcsapatot, ott hátul ki legyen. Bár most Patrick Petersonnál már szóba került, hogy már olyan jól állnak safety helyen, visszamegy cornerbe, szóval habzsi-dőzsi. De egyébként meg egyéb posztokon azért van baj. Buffalo megtanult futni szintén, legösszeszokottabb támadó fal volt versenyben első. Hogyha valaki abból indul ki, hogy hát majd a Jalen Warren szétfutja őket, meg a Najee, jó, de lehet, hogy ugyanezt megteszi majd a Latavius Murray, meg a Leonard Fournette, playoff lenni, James Cookot ne is mondjam. Szóval Buffalo, mindent tudnak, amit a Steelers tud, csak jobban és komfortosabban, amennyiben jön a szembeszél. Úgyhogy Bills. Menjünk NFC mérkőzésekre. Green Bay, Dallas. Hú, de nehéz meccs. Itt még az elején időrendben még úgy rámondtam, hogy ki nyer nyilván, de itt már bajba vagyok itt az NFC meccsekkel, ne haragudj el. Pénzfeldobás jellegű. Teklát nem kérdeztem meg erre a fordulóra, hogy tippeljen, de el fog jönni az az idő igazából. Valószínűleg jobban csinálna, mint én, és féltékenykednék. Szóval akkor meg jönne a rivalizálás, ő is csinál egy csatornát, nem kell ez nekem, inkább akkor én elmondom a rossz tippeket.
mint hogy ő elmondja a jót. Na itt van ez a Green Bay Dallas. Várod azért. Én nagyon várom, mert bár pozitív mérlegű meccsek, hát jó, de egyébként fogalmam sincs, mi lesz. Úgyhogy az ott érdekes. Ki a jobb irányító a meccsen? Hát keresünk megoldást. Hát az a Prescott. Hogyha az egész szezont nézzük. Igen, de az nem nagyon számít igazából, hogy mi volt szeptemberben. Mert szeptemberben jobban játszott, mint a Love, meg októberben, jó. De úgy napjainkban, az előző fél év formája alapján, hát a Love a jobb. Ide jutottunk, hogy jobban játszik a Love. A fene egye meg. Hol van a jobb kiegészítő személyzet, akik úgy kaphatják a labdát, akik úgy nagyon ügyesek, viszik, sokan vannak, hát az a Green Bay-ben van már megint. Többen vannak ügyesebbek. Kivéve a CD. Hát a CD nagyon ügyes, őt nem lehet meccselni, de Green Bay rákul tizet nagyjából, aki úgy veszélyes a labdával. Meg hát felvirágzott, nyilván a Brandon Cooks, azt értem. Meg a Ferguson, ha milyen kis ügyes fiatalka, hát a Green Bay-ben van kettő jobb, aki tight end. Elkapó meg van 100, érted? Valaki bejön a 16. számú elkapó, hát figyelj, korrekt teljesítményre képes. Dallasban meg 5 éve vadásszák a 3. számú. Szóval ott van bőség. Mi van a futással? Hát a Green Bay-nek jobban megy a futás. A falban egészségesek a fiúk, hát azon múlik elsősorban. Aaron Jones lepipálja Tony Pollardot. AJ Dillon meg sérült, az meg megint csak jó. Nem veszi el feleslegesen a carry-t. Hát ide jutottunk, ha de jobb a Green Bay. Hol van jobb edző? Play caller, hát a McCarthy az egyik, hát akkor Green Bay. Ó, LaFleur. LaFleur túlprodukálja McCarthy-t, akit kirúgtak előző csapatától. Hát hallod, ez itt eléggé vészjósló Dallasnak. Jó, de mi van akkor, hogyha beszakad a Barry a védelemben, a sajtosoknál? Nem bízom benne, hogy Barry összerak egy normális védelmet erre a meccsre. Jerry World-ben be van húzva a tető, jönni fognak Prescotték, úgyhogy most nagyon figyelj, amit mondani fogok. A Dallasban jobban bízok. Híres utolsó mondatok. Playoff meccs. Favoritnak számít a Cowboys. Érvényesíti a papírformát. Hát én visszamegyek a kúthoz. Mi baj lehet ebből? Mert oké, hogy az Amazok a Green Bay, hát nagyon jók igazából támadásban, de van nagyon durván nincs leszakadva Cowboys. Kicsit. Meg hát ugye jobb kicker Dallas. Jobb fullback, egyértelmű Dallas, több tulajdonos az a Green Bay, na de ugye védekezés. Védekezésben a Dallas nem szakad össze. Vannak napok, amikor hát nem annyira maró a peszrás, néha, de általában az. Ők ott vannak nagyon sokan, meg nagyon ügyesek. Dan Quinn, stabil koordinátor, tudja, hogy mi zajlik a pályán, felkészíti a gyerekeket. Azok, akik úgy húzod az orrodat, hogy miért vannak a pályán, elfogadhatóan teljesítenek. Green Bay védelemben, akik sztárok, szupersztárok, korán választottak, nagyon ügyeskék, hát nem mindig hozzák ki magukból a teljesítményt. Szóval ezért Dallas nagyobb tét. Ez nekik van nyilván, mert nekik, ha kiesel, érted, akkor benne van, mindenkit elzavarnak innen. És rajtuk van nyomás. Green Bay-en nincs nyomás. Mi van, hogyha kikap a Green Bay? Nincs semmi. Ó, hát ez ilyen veszélyes ellenfél. Ilyenkor elengedett kézzel. Mert be se kellett volna nekik jutni, ugye ebben az évben. Eleve Love-nak nem kéne jól játszani. Hogy volt Merced? Aztán bemész, aztán leprodukálod itt a Prescottot, aki az MVP. Texasban. Második. Stroud után. Szóval ilyeneket csinálsz. De neki ezt nem kéne, aztán mégis megteszik, úgyhogy rendkívül kellemetlen veszélyes ellenfél ez a Green Bay. Amennyiben legyőzni őket a Cowboys, akkor az egy komoly eredménynek számítana, kérem. Meg kellene tapsolni egyértelműen, úgyhogy megyek. Hunter Lupke beviszi a győztes touchdownokat.
Azaz jó lenne. Detroit, Los Angeles Rams. Kihúztam az ablakot kicsit, elnézést kérek. Hát nincs szívem azt mondani, kikap a Lions. Na de mégiscsak. Campbell, mester. Kitartok magam mellett. Megyek az oroszlánokkal. Nem érezném jól magam, hogy a nevem alatt a Rams logó szerepelne, de jobb esélye van a Ramsnek megnyerni ezt a futballmérkőzést. Detroit Lions sok pontot kap. Dokumentálva van. Hiába van sok ügyes safety. Hiába van a branch. Hiába épült fel Chauncey. Hiába épült be Melifonvu. Hiába Kirby a parancsnok. Mind marha ügyesek. Linebacker poszton bőség van. Fiatalság. Be fogják nézni. Hiába van az, hogy nem kéne, be fogják nézni. Kapnak sok touchdown. Első, második downon még megvillannak, kétet Hutchinson odaír a szegből. Kiegészítő fiúk defensive lineból, esetleg néha megvillannak Kominski. Corner ott marad az emberem mellett egy-két downon, esetleg beleüt. Beszívják úgyis. Reméljük, hogy ez egy olyan undorítóan gyenge védelmi performance lesz, hogy kirúgják az Aaron Glennt. Ki kellene, hogy rúgják. Nehezen hiszek benne, hogy olyan sokat fejlődne a Hodge azonban. Csalódás egész évben. Lions védekezés. Ebben azért megegyezhetünk, nem? Aláírják Michiganben is, hogy így volt. Na hát akkor ki az ellenfél? Sean McVay? Matthew Stafford? Tuka Nacua? Kyren Williams? Ne mondd tovább! Hogy a tökönbe fogják ezeket visszatartani, ha nincs ötletem rá? Van ugye ilyenkor mindig a vakszerencse faktor, ami az úgy még benne lehet, hát ha elrontja a center a snappet, nem? Vagy letelik az idő az első fél idő vége előtt, hát abban lehet bízni. Feladat? Akkor oroszlányaimnál. Ezt így elkönyveljük konstans, kapnak sokat. Feladat? Meccselni. Ezt a mennyiséget, az, hogy irgalmatlan sok, helyette kellene nekik gyártani irgalmatlan sok plusz egy pontot. Szóval, erre kifutnak. Jó, Sam Laporta sérült. Nem könnyű, ugye, de... Volt már olyan, hogy a Superstar Titan, akkor a TJ Hawkinsont elcserélték, és egy pár meccs erejéig nélküle voltak, azért mozgott a labda. Nyilván nem ugyanaz Laporta nélkül, de mindegy, ha találnak rá embert. Véletlen pont a Titan edző, a play caller és a head coach is Titan volt. Hát, ha majd valahogy a Brock Wright üresre sematizálódik. Jared Goff, feladatod. Túl teljesíteni, lenyomni a Staffordot, aki korábban itt volt, igen. És aki elment innen, mert inkább a gyűrűt akarta máshol. Szombaton. Lehet, hogy diszkó lesz, ott valahogy kívül kellene tartani a Goffot, vasárnapi meccs, mindig kockázatos. Józanon fotbalozna, nem adnád az ellenfélnek. Mint ott hálaadás körül egy-két meccsen. Nem zavarodna meg, akkor igazából itt lehet meccset csinálni. Tehát itt ez a Rams D, ez azért alkalmas rá, hogy áldozattá váljon. Tehát ugyanazok a fiúk rohangálnak még az utolsó fordulóban is a cornerback helyén, mint az elsőben. De itt egy ideális világban az lett volna a Ramsnél, hogy beáll az Akello Witherspoon meg a Derion Kendrick az első héten, és akkor jó, nem van ügyesek, telik múlik az idő, és akkor a fiatalok beelőzik őket a depth chartról, nem tudom, a Travis Tomlinson, meg aki éppen van. Ha nem ez történt meg, úgyhogy továbbra is sebezhetőek. Meg kellene ezt lőni Goffnak. Oké. Nyilván fizikailag alkalmas rá. Fejben is nagyon erős, de nem annyira, mint a Stafford állítólag. Ki tudja, Stafford milyen lesz, érted azért most emocionális meccs. Visszatér a Ford Fieldre, akik kiválasztották egy per egyre a 0-16 után. Imádták, aztán elment. Nem teljesítette be a feladatot, hogy nyerje meg a csoportot a nagy erős gonosz Green Bay előtt, meg a többiek előtt. Nem történt meg, egyszer bejutottak a play-offba. Oké. Kétszer. Na, bocsánat. Nem elég. Úgyhogy. Goffal ez megtörtént, vágod. Most már ki tudja, hogy
milyen lesz a fogadtatás, milyen lesz az elme állapota. Nyilván egy 35 éves csávóról beszélünk, tehát annyira nem kellene már beszarni, csak azért, mert volt csapata ellen az előző stadionban van a meccs. Szóval nem gondolnám, hogy ez a nagy hatással lesz a Staffordra, de hát ki tudja. Tudod azért. Karrierje ezen pontján már eléggé letisztult a játéka, nem volt ez mindig így. Bele kell kergetni a hibába, vagy belekergeti magát, az már mindegy az oroszlánoknak. Csak hát olyan marha ügyeseknek passzol, érted, hogy kihúzzák őt a gödörből. Nevezett Nakua nevű. Ő is megkapja a díjat, Strauddal megkapják közösen. Pótolható, érted, hogyha valaki retteg a Nakuától, ugyanúgy rettegni kell a Saint Brandtól is a túloldalon, aki ugyanúgy meccsább független, aztán beleragad a kezébe minden körülmények között, és körbe rajzolja ezeket a védőket százszor, hogyha arról van szó. Jameson Williams, ugye hát érdekesebb dolog, hogy vele mi van, ő kiadott egy pár meccset. Megbízhatóság másik mintaképe, hát. Meg kellene nyújtani a pályát. Bityókból le kellene futni az ellenfél védőket. Raymond rosszul van szintén, úgyhogy nagy szükség van a Jamesonra. Esetleg Peepus Jonesra, hogyha úgy van itt a véletlen előkapott emberekből. Figyelj, hogyha DeMarcus Robinson faktor tud lenni, akkor a Peepus Jones is lehet faktor egyszer-egyszer. Hirtelen 75 yardos meccsel. De hát nyilván itt azért a Nakuától, Cooper Cup-tól jobban várható az, hogy nem rontják el, fejben, képben vannak végig, nincsenek koncentrációs hibák, ez ugye Jameson nem biztos, hogy megadja, meg a többiek. De egyébként erre lenne szükség. Hát, hogyha nyerni akar a Detroit, akkor ezektől a fiúktól kicsattannak a tehetségtől, jól kellene focizni non-stop, meg ugye a futároknak. Ők ketten vannak, ugye Montgomery meg a Jamir. Ez is olyan, hogy menni kéne, mint a gép. Megnyitják a helyet, akkor általában azt kihasználják, rendkívül dinamikusak a labdával, amellett, hogy a Kyren Williams középen megállíthatatlan a Ramsnél. Azért senki nem garantálja, hogy a Rams jobban tudja majd mozgatni a labdát a földön. Lehet, hogy egy Jamirnek lesz nagyobb meccse, és akkor meg közelebb kerül Detroit a győzelemhez. Dan Campbell az biztos, hogy az oldalvonalnál agresszívebben megy, mint a McVay. Eddigi karrierjük alapján, ugye. És nyilván McVay nem valószínű, hogy az az edző lesz, aki így az első vadabb megoldáshoz hozzányúlna. Tehát, hogyha radikális lépés kell, akkor ott Campbell kezdi meg a bulit valószínűleg, aztán lehet, hogy ma még ott pillázik McVay egy ideig, bár tudja, hogy hova készül. Tudja, hogy ez Detroit, hogy itt nem igen van rugdosódás, de egyébként meg lehet ez a matchup előny. Kijönnek, rúgnak egy onside kicket, ugye, ha már muszáj rúgni a barohat labdába, azt mondja Campbell, hogy voltak olyanoknak rúd, aki veled van, és akkor így keményen megnyomja a Detroit. Veszíteni valójuk az kérdéses, hogy mennyi van, mert nagyon jó lenne persze újra elmenni Dallasba, meg nagyon jó lenne újra playoff meccset nyerni 91 után, de úgy osztották be az ütemtervet, hogy a legfontosabb 2023-ra playoff részvétel, csoport elsőség Dan Campbell éra harmadik évében, és a következő lesz az, amikor meg már a bajnoki címért, NFC elsőségért kellene menni. Tehát most, hogyha ebben egy playoff vereség jönne, nem annyira kínos, de nyilván most már azért megjött az étvágy. Ettől függetlenül mondom, kockázatos megoldások beleférnek természetesen, mert a mestert megtapsolják így is, úgy is. Mert ugye McVaynek van még egy ember, akivel ott megharcol, ugye Ben Johnson, aki meg ugye a playeket hívja, és lehet, hogy nagyobb mágus lesz, és könnyebben üresre sematizálja azt is, akinek nem kéne üresen lenni. McVaynek több feladata van, amellett, hogy hívja a play-t, azért még dönteni kell meccs szituációkról, és ez Detroitban jobban eloszlik. Szóval azt várnám, hogy mindkét offense megy, ahogy csak bír, rekord pontszámot meg kell közelíteni, és akkor szokásos események döntik majd el, ki az, aki turnovert csinál, ki az, aki leragad field goalon, ki az, aki beletörődik a pontba, és ezekben a Detroit nem nagyon szokott beletörődni, úgyhogy ezért el tudom fogadni, hogy nyernek, de nagyon meglepne, hogyha vissza tudnák tartani az ellenfelet, maximum opportunista megoldásokkal véletlen odapattan egy-két fumble.
Abban benne van egy Strip-szek közt Szena Hutchinsonnak, vagy valami ilyesmi. Egyébként meg marha sokat kellene kapni. De tudnak gyártani is. Nyilván Laportával jobban érezném magam, hogy ez a tippem, de ez most szimplán szimpátia. Oroszlányaim, én hiszek magukban, menjenek. De egyébként, hogyha valószínűséget kérdezel, akkor Ramsnek jobb esélye van. Utolsó meccs, hétfőn, Philadelphia, Tampa Bay. Hát a legjobban vártat hagyják a végére, ugye. Eagles esetében, mit lehet tudni? Sérült az offense, kiugrott az ujja Hurtsnek, dobó kezén, középső ujja, azt mondja, nem baj, vissza tudott állni az előzőre is. Jó. AJ Brownnak fáj a térde, igen. Devonta Smithnek fáj a teste, úgy, ahogy van, igen. Falból van hiányzó, futóposzton van hiányzó. Ez így támadók. Védelemben, a védelemben egész jól vannak a fiúk, csak az meg szar. Nem igen bírnak védekezni. Coverage-ben szétcsúsznak a gyerekek, nem tudják kinek melyik a zónája, hogy vegye át. Peszrás megszűnt. Próbálnak odaérni a Fletcher Cox-ék, de hát mi mindig itt tartunk. 2024-ben rendben van. És akkor a futásnál még mi van? Hát ott lecsúsznak a szerelők. Sajnos ezek a linebacker fiúk, ezek nem váltak be. Lecsúsznak. Tehát ezek itt a bajok. Lesz egy kis esőzés, ráadásul a meccsen. Ajjaj. Szóval az nem megkönnyíti? Tekül gyártását? Nem biztos, hogy megkönnyíti, de azt hallottam, mind a két csapatnak esik majd az eső. Szóval ez az Eagles. Ez most olyan képet festett, hogy bárki ellen szenvedésnek néz ki. Ugye Tampa Bay az ellenfél, a Tampa Bay nem erős, még mielőtt azt gondolnád, nem erős egyáltalán. Tudod, ki nem erős még? Na mondom, van az Arizona. Na bocsánatot kérek, de Genon. No offense. Meg a New York Giants. Na most, bocsánat. Tehát ezek nem erős csapatok amúgy. Playoffban nem releváns, amit csinálnának, mert nem játszanak, de ezek úgy lenyomták az Eagles-t könnyen. Ez a kettő, meg van még egy a Seattle, azt ismered, ők se jutottak be, ők nem csináltak valami sok pontot, de legyőzték az Eagles-t szintén, Drew Lock-kal. Szóval ezek a csapatok, ezek nem erősek egyáltalán. Most a Tampa Bay ezen a szinten azért megvan, köszi, tehát így ezt a játékerőt azért fel tudják vonultatni a pályán, és akkor meg, hát én azt mondom, mennyire Buccaneers a fene egye meg, hiába. Adtam el a ügynökségi jogait a Jalen Hurtsnek. Brother, nem tudsz mit csinálni, érted? De most itt ezen a meccsen nincs remény. Konkrétan kaptok 100-at. Szerencsétekre a Tampa az lassan halad a labdával, úgyhogy nem kaptok 100-at, na. De azért a végén elfogy a pálya, aztán beviszi a Shadwight. Coaching. Ilyenkor még megmentheti, nem? Amikor úgy baj van a játékosokkal. Hát igen, de ott egy mismatch van. A Canales javára. Canales, Tampa Bay offense koordinátor, Patricia ellen, Desai segítségével, Sirianni mond valamit. Na hát ők így összedugják a fejüket. Canales kineveti őket, hogy ezek hova mennek ezek a védők, érted, elindul a play, hova mész. Hát a Mike Evans után tudsz szaladni. Rendkívül kellemetlen Todd Bowles is, mint védelmi play caller. Mivel készült Todd Bowles erre a meccsre? Mit tippelsz? Én azt mondom, valami egzotikus blitzeket ráküld a sérült ujjúra. Oké. Tartalékos, elkapó sor, érted? Fú, hát azok nem szakadnak el, odaér a blitz. Tehát bossz, óvatos mosoly szája sarkából. Szóval itt az edzői fronton, jobban áll a Buccaneers kérdés nélkül. Mindenkit ki akartak rúgni, érted, még egy hónappal ezelőtt, vagy kettő, meg öt hónappal, mindig mindenkit, aztán egyetemű előnyben vannak. Viszont, amiben az Eagles kapaszkodhat, hogy még hogyha katasztrófa is, amit csinálnak, mert egyébként az lesz. Viszont Baker Mayfield is el tudja rontani a meccset. El tudja adni, oda tudja adni az ellenfélnek. Legyen az bármilyen tökkel ütött. Nem sokat csinált idén ilyenből, tehát idén abszolút le a kalappal előtte, de hát a karrierje folyamán azért volt már olyan, de nem mutatunk rá, mint aki a legstabilabb irányító lenne. Van olyan, hogy egyáltalán nem mozog a lánc. Carolina ellen, Atlanta ellen, világelit védelmek, ugye? Volt olyan, hogy azért
izzadni kellett minden rohadt 10 yardért. Szóval ez azért benne van. Önerőből is, mert Tampa Bay össze tud szakadni. Számos olyan pozíciójuk van, ahol össze tudnak szakadni. Egyrészt, hogy Mike Evans mögött, Godwin mögött. Lesz-e még valaki, aki hozzátesz? Ők hozzátesznek-e, mert ők is el tudnak tűnni akár teljes fél időre. Jön valami tight end játék, vagy nem jön egyáltalán. Rashad White-nak lesz helye, be tudják-e vonni passzjátékba. Falba mi van? Érted, belül Jalen Cartert át tudják-e engedni, vagy nem. Szegény Cody Mark, hát is imádom nyilván. Kedvenc gárdom, de ez nagy testűek ellen azért olykor bajba kerül 1v1. Szóval vannak posztok, ahol Tampa Bay bajba tud kerülni, és akkor el tudják rontani saját játékukat is nyilván. És emellett a pass rush az olyan, hogy ha blitz jön, akkor van, hogyha nem, akkor önerőből nem igen van, ugye, mert a Diabitól kell várni, most már ott vagyunk. A szélen a corner fiúk, Dean, Carlton Davis, bármikor benne van, szétégetik őket, hiába nagy név. Mondjuk játszani fog Lavonte David, nagyjából összerántja a védelmet, annyira nem izgulok emiatt, de láttunk rá példát, hogy a Tampa védelme is megcsúfolt a saját magát. Szóval ez egy roncs derbinek néz ki. Esőben, ami még egy ilyen faktor, amire úgy nem szívesen mondod rá, hogy örömmel tippelnél. És az előzőt mondtam, hogy mi lett a Rams meg a Lions, hogy hány pontot raktam rá, tökéletes, ezt már rég elengedtük, alsó három. Ez is az alsó háromban van. AFC-be bízok, NFC-be nem bízok, kész. Szóval itt egy alsó kategóriás Tampa Bay tippel megyek, de hát szoros meccsnek néz ez ki, mert egyik sem engedi el a másikat olyan nagyon. Még nagyon nem is tud elszakadni, hogyha éppen jobban megy neki a futball, közel tartja az ellenfelét. Hogyha játszik AJ Brown és jól van, nem csak úgy mutatólag van a pályán, meg a Devonta, hát akkor nyilván akkor bizakodóbb az Eagles, de igen, rossz híreket olvasok ezzel kapcsolatban, hogy ők hogy vannak. Eleve AJ Brownnak a térde az már régóta visszatérő probléma tud lenni, aztán ki tudja az első ütés után mi lesz vele. Úgyhogy hát egy eléggé szomorkás vége lenne itt az NFC címvédő szezonjának, hogyha elmennének rosszabb mérlegűhöz az NFC délből, aztán kipöttyintenék őket, de én ezt várom. Úgyhogy azt hiszem, hogy underdognak számít a Buccaneers. Ebben a fordulóban én azt mondom, hogy ezt elviszik egész pontosan. Úgyhogy itt a vége. Most gyorsan végeztünk, mert kevés meccs van. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, készülgessél, mert mindjárt meccs van, 22:30-kor kezdődik Flecko, és utána ott megvan az ünnep, futball ünnepe, utána levezető meccsek, 5 darab. És holnap pedig fogok jönni talán túlreagálással, hát nem tudom, hogy egy meccsről rakjak-e ki, de hát Flecko megérdemli. Hogyha hozzá tudom passzintani a Miami-t is, akkor sikerül, ha nem, nem, de egyébként, hogyha hétfőn megy ki, akkor se lesz semmi. A többi adás meg nyilván a hétköznapokon, úgyhogy ott is várok mindenkit, megbeszéljük, hogy mennyire bejött minden. Hány pontot kapnék, hogyha 6-ból 6-ot eltalálok? Remélem, ilyen 100 pont, mert annyira van szükségem az előzéshez. Úgyhogy majd úgy könyvelem el, hogy ezek duplát érnek. Aki meg elrontja, annak mínusz. Úgyhogy ki tudom hozni az övre. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt, jó szórakozás, és mindenkinek köszönöm, aki egész héten visszajárt, lájkolta, hozzászólt a videókhoz. Jövő héten edzői kinevezésekről is lehet, hogy lesz szó a csatornán, úgyhogy érdemes még itt maradni, hogyha érdekel az amerikai futball. Szevasztok!